Én úgy gondolom, hogy nyugodtan ki kell mondani egy nevet, ez pedig Bajnai Gordon. Én tudom azt, hogy mindenki kerülgeti a forrókását, mert féltik a Bajnait, hogy most akkor minden ki a jobb oldalról neki megy, előveszik a múltját, előveszik a jelenét, előveszik a jövőjét, mindent. Előbb-utóbb ki kell rukkolni azzal, hogy ki lesz az, aki képes erre. Én azt hiszem, hogy ő az a egyedüli személy ma a baloldal köreiben, aki képes integrálni, és aki mondjuk egy nehéz gazdasági helyzetet tud kezelni, bizonyított, nem többet bizonyított, ez igaz, de azt bizonyította, hogy 11 hónap, vagy nem tudom én, 10 hónap alatt a magyar gazdaság nem futott bele a csődállapotba, hanem egy normális helyzetbe tudta tartani a gazdaságot. Hát Balázs Péter gondolom elfogult. Hát én abszolút elfogult vagyok, és ezt be is ismerem. Amit látok a közbeszédben, hogy megkezdődött a második félidő, a két választás közötti 4 éves periódusnak az első fele, az általában azzal telik el, hogy a győztes elkezd cselekedni, és építi azt a konstrukciót, amit elképzelt. Most beléptünk a második félidőbe, és nagyon érdekesen előre fordult az érdeklődés, és ami nekem feltűnik, és próbálom ezt bizonyos távolságból nézni, hogy a megoldást úgy keresik, hogy egy új emberről indult el a közbeszéd. Tehát én azt még nem hallottam, hogy ez minden úgy jó, ahogy van, és úgy is így marad, ahogy most van. Persze, hogy ezt az ellenzék inkább mondogatja, de hogy általában azt mondják, hogy ki tudná jó irányba fordítani az országot. Hát ugye a fantomkép az felrajzolható, hogy olyan valaki, akit egy nagyon széles spektrum elfogad, és akinek van tapasztalata ebben, és megnyeri a bizalmat. Hát, hogyha ez Bajnai, akkor én annak örülök. Erre mondtam Heller Ágnesnek, hogy Ágnesi, az Isten áldja meg magát. Tehát már megint népfront kormányban gondolkodik, amit futkos a hátunkon a hideg. Nem népfront, az csak egy többség. Kétharmad az csodaszép. Kormányozni 51%-kal is lehet. Nagyon jó lehet kormányozni 51%-kal. Az a fontos, hogy a parlament többsége támasztja alá a kormány. Például említette Róna Pétert, meg Oszkó Pétert egy kormányba berakni, azt megnézném, tehát ugye nagyjából mindenről teljesen ellentétes a véleményünk. Hát láttunk már Orbán Tordján kormányt, amit ugye tagadtak előtte, és elképzelhetetlennek tartottak, azért még aztán működött. Még ne kormányozzunk, tehát azért nem értem Megyesi Pétert, hogy biztos csak a véleményét mondta, mert végülis neki már nincs tétje, hogy elmondja vagy nem mondja, de most 2012-ben, hogyha baloldali adja, kezdünk el gondolkodni, meg látjuk azokat a folyamatokat, amelyek egyébként a baloldal vannak. Tehát nézzük az MSZP-t. Azért ott mégiscsak Mesterházi Attila, sokan nem néztük ki belőle, én magam sem voltam benne biztos, hogy ezt meg tudja csinálni. Azért alapvetően a saját helyzetét stabilizálta a pártban, a pártnak a vidéki szervezettsége az gyakorlatilag megmaradt. Egy létező, az egyetlen létező baloldali valami, aminek még megvannak a csápjai. Nyilvánvalóan ezt, hogyha ezt a politikai teljesítmény befelé Mesterházi megcsinálta, nem nagyon szívesen engedné ki a kezéből, és biztos, hogy neki is érdeke kivárni azt a pillanatot, amikor ha látszik, hogy ő vele nem, akkor lehet, hogy el lehet gondolkodni valaki máson, de amúgy nyilván ő szeretné ezt magának. Egyáltalán miért kellene most összefogni bárkinek is, csak az ő szempontjukból? Szerintem teljesen értelmetlen most, de nyilván meg kell nézni akár LMP-nek, MSZP-nek, mindenkinek külön-külön, ki tud bevonzani, ki tud megszólítani, milyen ereje van magában, aztán azokat össze lehet egyesíteni. Ha most egy nagy szózba, egy ilyen bajnai típusú, bajnai alá behozott olajfába, egységfrontba tömörül, csak veszít vele a baloldal. Most megnevezni teljes butaság lenne. Ennek az országnak ez a tragédiája az elmúlt jó néhány tíz évben vagy személyben gondolkodik, vagy politika párt elnevezésben, vagy vélt oldal felnére, mert a nálunk a liberális, az nem liberális, a konzervatív nem konzervatív, az a baloldali nem baloldali, de mindegy, egy elnevezésben gondolkodik, és az föl sem merül, hogy a 24. századnak ebben a szituációjában azt kellene, hogy legyen valaki, és ha szemét keres, aki elkezd beszélni, és azt mondani, hogy én nem csak azt tudom kezelni, hogy a válság ne legyen még rosszabb, vagy én tudom a legkisebb rosszat, hanem aki elkezdi mondani, hogy mit tudunk csinálni együtt, és hogy tudunk alkotni ebben az országban, és akkor itt programból elmondja, hogy ezt lehet csinálni, az kezd hitelessé válni. Ez az ember tudja ehhez a legtöbb, legszélesebb kört magához húzni, vagy ez a politikai párt, akkor ez szerint a valamire való szavazásban. De itt arról szólt, abban nyertek 90
a 90-es választás arról szólt, hogy le kell váltani az előző rendszert, mert mondjuk nagyjából egyet is értette. 94, hogy leváltják, az, mert túl urambátyámas volt az MDF kormány. 90, és ha az MSZP kellett, akkor az MSZP jöjjön. 98-ban, hogy az MSZP nem kell, ez így nem tovább jöjjön, akkor próbáljuk meg a fiatal demokratákat. De politikai párt, vagy pedig személy, hogy Medgyessy Péter, vagy Orbán Viktor, vagy az utóbbi időszak, vagy a Gyurcsán, vagy Orbán Viktor volt a palettán, és nem az, hogy tud-e már végre valaki valamit csinálni? Van-e valakinek hiteles arca? Ez igaz, hogy eddig mindig az előző kormány bukott, és valaki a helyére ment. Nagyon jó lenne azon gondolkodni, hogy ki az, aki el tudja kormányozni ezt az országot. Nagyon messze vagyunk még tőle. Aki kívülről nézi ezt az országot, és komolyan gondolja, hogy itt mondjuk kétharmaddal nyert valaki 2010-ben, az azt gondolom, hogy rettenetesen téved. 53%-kal nyert, egyrészt 53, és abból lett a parlamentbe kétharmad. Egyrészt ez egy matematika, tehát igen. 53% és nem kétharmad. És ezt nagyon ritkán használja igen. ki az ellenzék, ugye talán erre föl kéne jönni a figyelmét. De a kettő, semmi. Olyan mérhetetlenül gyenge volt a teljesítménye az azt megelőző 8 évben regnáló politikai erőnek, hogy ilyen mértékben győzött az ellenzék. Tehát nem az ellenzék tett le valamit az asztalra, de azért várjuk, be kéne következni annak a szituációnak, amikor valaki olyasmi nyer, aki letesz az asztalra. Bocs, nagyon részszóltam, most egy valamit igazi civilként mondom, hogy ahhoz kapcsolódnék, amit mondtál, hogy tulajdonképpen azt kellene megcsinálnunk, hogy túl azon Paprika Jancsi akármelyik fél fog győzni, mert hiszen le lehetne tenni az asztalra, hogy ezt várja el az EU. Ezt kell megcsinálni. Ehhez kell egy arc, akit mindenki elfogad. Antal József megmondta, hogy 15 millió magyar kormányfője akarok, vagy szeretnék lenni. Lélekben. De ez ténylegesen se ártana, mert jelenleg azt látom, hogy ha Orbán Viktor egy ünnep, nemzeti ünnepünkön szónokol, akkor nem az országot szólítja meg, hanem a mélyeinket, azaz az övéit. Ez azért rossz, mert kirekesztődik vele egy csomó olyan ember, akire majdnem, hogy az süti rá, hogy ti is kommunisták vagytok, mert nem jöttök magyarnak lenni. Azaz ide nem jöttök, tehát máshol már kötődtök. Ha a Bajnai meg tudja testesíteni azt a jó habitusú, jó kiállású figurát, aki mellesleg képes gazdaságilag is tenni a dolgát, akkor nyertessé válna, de nem csak a Bajnai, ez jelképes most, bárki lehetne, aki ezt képes fölvállalni, hogy nem megosztok, hanem összehozom a magyarokat. Nem szeretném megbántani, András, csak szerintem itt azért valami olyan furcsa, ilyen ideologisztikus elképzelések vannak. Én nem hiszem, hogy tehát félreértés van itt mondjuk a miniszterelnök szerepét illetően. Van egy köztársasági elnökünk. Neki például alkotmányosan is ez a feladata, és szerintem mindig jó kiindulni az alkotmányból, hogy megtestesítse a nemzet egységét, stb. És beszél az egész nép, az egész nemzethez, mind a 15 millióhoz egyébként. Hallottad Litvániában, mit mondott? A magyarok vezetője vagyok. Ezt mondta szó szerint Orbán. Így van. Hát, annak azért magát... egy pártelnök, miniszterelnök az mindig minden országban politikus lesz, és a pártjának az érdekeit is szem előtt fogja tartani, és ez lehet, hogy nem tetszik nekünk, és a modernkori demokráciák se tetszenek, meg a tömegdemokráciák, meg ilyen stb. De ez ilyen. Tehát hogy szerintem önmagában ennél olyan... Tehát, tényleg is van sok problémája, de nem ez a, nem ez a fő probléma. Ez egy szép ilyen lepkés, virágos gondolat, hogy mindenki szeresse egymást. Civilként próbáltam arra utalni, hogy akár viccesen is érthető, amit mondok, de ha van egy olyan személy, aki képes összehozni minden... Amerikában attól kezdve, hogy Barack Obama az elnök, ő az elnök, igaz? Akkor azt mondják, itt hogy Barack... Hát, itt is ez van, tehát hogy itt is a miniszterelnök a miniszterelnök. Na de hát volt egy olyan elnökünk, akiről tudjuk, hogy nem igazán mindenki elnöke volt. Én tényleg kedvelem Mádern János, de az a szörny, amikor egy kitüntetés ünnepségen egymás mellett fényképezik Orbán Viktor, Áder János és Kövér László, és fogom a fejemet, hogy te Jézus Mária, te Jézus Mária, egy kollégium, egy alom, és eszem, hogy látom Gyurcsány Ferencet, szívszorító, Szilvásival, Kóka Jánossal, meg az egyivású Juppikkal. És egyszerűen vizuálisan nem jó, mert ugye én vicceltem a Népfronton, de annak is megvolt a maga előnye, hogy meg lenne a maga előnye, hogy a Solyom László állna a Kövér meg az Orbán között. Megnyugtatna egy egyetemi professzor jelenléte. Egyszerűen nem bírom a látványukat. Kormányba se ártana egy többszínű kormány, ugye? Tehát a haverok,
Szóval személyekre van kihegyezve, jobb lenne, ha választók programokból tudnának választani. Ó, hát ez legutóbb nulla programmal nyert a Fidesz, viták nélkül és program nélkül, úgyhogy azért kíváncsi lehetne a választó arra, hát igen, hogy korábban, egészségügyben, oktatásban... Wallisnak az üzletés érdekére alapított kormány. Az MSZP-LMP a nulla programmal, hogy próbálok nyerni, mert úgy gondolom, hogy egyre többen haragszanak a regnáló kormányra, ezért én nyerni fogok. De nem, ha nyernének, nem tudom. Talán én is azt becslem, hogy ha nem tudnak egy stílust váltani, akkor ez bekövetkezik. De ha nyernének, akkor nem érdemlik meg. Tehát semmit nem tett le a mai ellenzék az asztalra, amitől megérdemelné, hogy egy esélyt kapjon egy következő négy évben. Tegyen végre. A következő filmet. Ugye Róna Péter azt mondta az Olga műsorában, ha lenne 200 vezető értelmiségi, aki segíteni engem, hiszen nem értek az önkormányzatokhoz, nem értek az oktatáshoz, nem értek az egészségügyhöz, azt mondta, a gazdasághoz talán. Na de hol vannak ezek a független értelmiségiek, akikre rá lehetne bízni? A Tribünön. Igen, onnan most mindenki mondja. Nézzük a következő filmet.